Mentőautó. Korszerű járművel gyarapodott az Igali mentőállomás flottája. Napelemes fűtés. 200 milliárd forintnyi keretösszegű pályázat nyílik a családok számára. Kézilabda. Vereséggel kezdte a Siófok KC a 2021-22-es évadot a KNH női kézilabda liga első fordulójában. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Korszerű mentőautóval gyarapodott az Igali mentőállomás flottája. Az új gépjármű biztonságosabb, gyorsabb, kényelmesebb, mint elődje, emellett minden felszereléssel rendelkezik, amely a betegek ellátásához szükséges. Az átadón elhangzott 2019-ben és 2020-ban több mint 200 darab mentőautó cseréje történt meg közel 10 milliárd forintból. A betegnek sem okoz akkora rizikófaktort a maga a futómű keménysége miatt, mert ennek az autónak puhába futóműve kényelmesebb, autózhatóbb, nagyobb tempóra képesebb, sokkal stabilabb az úton ez az autó. Gyorsabb, modernebb és kényelmesebb is az új jármű, ezt mutatja Telekes József mentőautóvezető. Emellett a betegek ellátásához minden eszköz adott. Tulajdonképpen itt most megteljesült az a lehetőség, hogy 15 percen belül ki tudunk érni itt ezekbe a kisebb, eldugott kisebb településekhez is. Azóta két B-típusú mentőgépkocsival teljesítünk szolgálatot, 12 bajtársunk dolgozik a mentőállomáson főállásban. A korszerű autót csütörtökön adták át Igalon, ahol 2015 óta működik az állomás. Az ünnepélyes átadón Obbás Gyula, a település polgármestere elmondta, a mentőállomás megépítésére nagy szükség volt, azóta pedig folyamatosak a fejlesztések is. Akkor egy olyan nagy vakfolt tűnt el a térképről az egészségügyi ellátást tekintve, amire már évtizedek óta vártunk. És tulajdonképpen az emberek sokkal nyugodtabban hajtják álomra a fejüket itt a környéken, mert tudják, hogy ha hívják azt a bizonyos számot, akkor a bajtársak rögtön ugranak és viszik őket a különböző kórházakba, illetve az első segélynyújtást elvégzik, hogyha szükséges. Az eseményen elhangzott, az országos mentőszolgálat fejlesztését a kormány prioritásként kezeli. A 2010 óta vásárolt mentőautók száma megközelíti az 1000-et, ami azt jelenti, hogy a futókocsik átlag életkora 5 év alatti, 7 évesnél öregebb mentőautó csak a tartalékállományban szerepel. 2019-ben és 2020-ban több mint 200 darab mentőautó cseréje történt meg közel 10 milliárd forintból. Az elmúlt 11 évben gyakorlatilag 1000 mentőautót vásároltunk kormányzati forrásból, és most már 5 év alatt van az autóink átlag életkora, ami elképesztő biztonságot jelent, és természetesen egy fenntartható flottát is, ami nem csak a betegeknek, hanem a bajtársainknak a egészségét hivatott megvédeni, és a kényelmét hivatott szolgálni. De nem csak a mentőautók korszerűsítése zajlik, ezt már Vicman Mihály, a térség országgyűlési képviselője mondta. A mentőállomás építési és megújítási program is egy olyan fontos szempontként jelent meg az elmúlt években, amelynek köszönhetően akár itt Igalban, akár Tabon új épületeket, új mentőállomásokat tudtunk felavatni és átadni. Ebben is köszönöm a mentőszolgálat valamennyi kollégájának az együttműködését és természetesen a kormány támogatását is. És hát legalább ennyire boldogok voltunk akkor is, amikor a siófoki állomás épületén egy jelentős felújítást, korszerűsítést tudtunk szintén kormányzati forrásból megvalósítani. A fejlesztéseknek köszönhetően a térségben élő emberek biztonságérzete jelentősen megnőtt, tette hozzá Vicman Mihály. Már több mint 100 000 csatlakoztak a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petícióhoz országszerte. Pénteken Siófokon is gyűjtötték az aláírásokat. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, az emberek nem akarják, hogy visszatérjen az a Gyurcsány kormány, amely az élet minden területén megfosztotta a magyarokat. Egyre többen emlékeznek arra, hogy mit is veszíthetünk. Milyen volt az a kormányzás, amit nem szeretnénk, hogyha visszatérne. Milyen az, amikor eltörlik a 13. havi nyugdíjat, vagy a fizetéseket. Milyen az, amikor a vizitdíjat akarják bevezetni, vagy kórházi napi díjat akarják bevezetni. Milyen az, amikor az energiaárak repülnek az égbe. És milyen az, amikor majdnem csődbe vitték az országot. 10 év
az elmúlt 10 évben egy nagyon komoly összefogás volt. Nagyon komoly áldozatot hoztunk azért, hogy hogy tudjuk ezt az országot talpra állítani. Kézzelfogható eredmények vannak az élet minden területén. Lakossági, napelemes és fűtési rendszerek kiépítését támogató több mint 200 milliárd forint keretösszegű visszanemtérítendő pályázat nyílik meg ősszel. A pályázatot november 15-től lehet benyújtani régiónként eltérő időszakban. Az első ütemben több mint 100 milliárd forint áll majd a lakosság rendelkezésére. A pályázati tervet még szeptember 12-ig lehet véleményezni. Több mint 200 milliárdos napelem pályázatot hirdetett az ITM, a minisztérium pedig kikéri az emberek véleményét is. Egy pályázat tervezetet felraktunk a honlapra, amire várjuk az érintettek észrevételeit szeptember 12-ig, és november 15-én írnánk ki az első körös pályázatot. Ez egy 100 milliárd forintos első kör lenne, a 200 milliárdnak a felét írnánk ki novemberben. Regionális bontásban egy hetes csúsztatással írnánk ki, hogy a rendszer ne legyen túlterhelve, és akkor ezekből a projektekből már azt várjuk, hogy akkor jövő év elejére, nyarára már konkrét megvalósult projektek fognak rendelkezésre állni a családok részére. Alapvetően háztartások, családok jelentkezhetnek erre a pályázatra. 4.850.000 forintos egyfőre jutó bruttó jövedelem alatti családok és háztartások jelentkezhetnek, és az is még egy nagyon fontos előfeltétel, hogy olyan legyen az ingatlan, amire a napelemeket fel lehet telepíteni, hogy az ne igényeljen extra beruházást, azt nem fogjuk tudni támogatni ebből a pályázatból. Steiner Attila hangsúlyozta, ez lenne az első nagyszabású lakosságnak szóló klímavédelmi pályázat. Nagyon nagy már most is az érdeklődés, nagyon sok észrevétel érkezett, és számításaink szerint ez körülbelül 35.000 családnak fog majd pályázati lehetőséget nyújtani. Itt alapvetően két csomagot ajánlunk föl a háztartások részére, úgymond csak napelem telepítés, illetve egy komplexebb csomag, ami a napelem telepítést egy fűtés korszerűsítéssel kombinálja, egy akkumulátor, egy nyilászárócsere, illetve egy hőszivattyúra vagy elektromos fűtőpanelre történő áttérés, és akkor mindezt az adott háztartás, az adott ingatlan tetején meg is tudja termelni az ehhez szükséges villamosenergia egy jó részét. Számítások szerint ez mintegy 35.000 háztartást érintene, és alapvetően a családosokat és az ország átlag jövedelemnél kevesebbet kereső háztartásokat célozná meg. Ingatlanokat fogunk nézni, háztartásokat fogunk nézni, és háztartásunként attól függ, hogy melyik csomagot választja majd az adott háztartás. Hogyha csak napelem, akkor abban az esetben közel 3 millió forintos támogatási keret, amúgy a 100%-ba meg is lehet valósítani ebből a keretből ezt a beruházást. Hogyha a komplexebb csomagot, az egyikre 9 millió körüli összeget adunk, a másik pedig 11,5 millió forint körüli összeg. Ez mind 100%-os visszanemtérintendő támogatást jelent. A programot szeptember 12-ig lehet véleményezni. Több mint 6,5 millió forint gyűlt össze azon a számlán, amelyet a június 25-i somogyi viharkárosultak megsegítésére nyitott a Somogy megyei önkormányzat. 9 település 490 ingatlanában tett kárt a jégeső, sokan nem rendelkeztek biztosítással, ezért fordult segítségért a somogyi polgárokhoz Bíró Norbert és az önkormányzat. Magánszemélyek, önkormányzatok, országgyűlési és megyei közgyűlési képviselők, vállalkozások, egyesületek is szerepeltek az adományozók között. A megyei önkormányzat 1 millió forinttal járult hozzá a helyreállítás költségeihez. Közel 2,5 millió forint olyan adomány is érkezett, amelyben nem nevezték meg a támogatni kívánt települést. A 9 településre így összesen 6,5 millió forint támogatást utaltak el a mai napon. Közeledik a gépjárműadó második részletének befizetési határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arról tájékoztat, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó bevételi számláról szóló dokumentumok kézbesítése áprilisban befejeződött. Mint írják, az adó második részletét szeptember 15-ig kell befizetni. Országosan mintegy 3.200.000 gépjármű üzemben tartó érintett, ennyien kaptak elektronikusan vagy a postástól személyesen átvehető hivatalos iratot. Vereséggel kezdte a Siófok Kácia 2021-22-es évadot a KNTH női kézilabda liga első fordulójában.
Danyi Gábor együttese a győri Audi Eto KC csapatát fogadta, és bár az első negyed órában fejfej mellett haladtak a csapatok, a balatonpartiak hibáit az ellenfél könyörtelenül kihasználta. A végeredmény 32-40 lett, de Danyi Gábor elégedetten nyilatkozott a lefújást követően. A mérkőzés első negyed órájában még fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a Győr, kihasználva a siófokiak technikai hibáit, meglépett, így már a fél időre 8 gólos volt a különbség. Tipikus első mérkőzés volt, kicsit nagyobb volt az íra, mint amire egyenlőre most képesek vagyunk, ugye az új csapat miatt gondolom, hogy összeszokottság. A védekezésünk mindkét fél idő elején nem volt tökéletes, nem állt össze, de utána úgy gondolom, hogy a fél idők második felében gyors lerohanás gólokat tudtunk lőni, és ezzel tettük közé ezt az eredményt. Bár a Siófoknak nem sikerült itthon tartania a 2 pontot a szezon első hazai mérkőzésén, Danyi Gábor együttesének nincs miért szégyenkeznie. Periódusokban nagyon örülök neki, hogy ellenfelei tudtunk lenni, és partiba tudtunk lenni. Jelen pillanatban ennyire vagyunk képesek. Nem elsősorban a kézilabdára fókuszálunk, hanem hogy kialakítsunk egy újfajta játékrendszert. Nagyon sok új játékosunk is van, és ennek az összeszokottsága, ennek a minél folyamatossá tétele, ez szerepel most egyelőre. Nyilván a bajnoki mérkőzéseinket meg szeretnénk nyerni, de tisztában vagyunk vele, hogy ez a mai nem tartozott ezek közé. A siófoki párduclányok következő mérkőzése szeptember 18-án szombaton lesz a Kisvárda vendégeként. Hazai pályán egy héttel később a Szombathely ellen játszanak majd. Molinóból táska új ötlettel állt elő a kaposvári Csiki Gergely Színház. A korábbi előadásokat hirdető nagy molinókat újra hasznosítják, a teátrum szabóságában szatyrok készülnek belőlük. A befolyt összegből pedig okos eszközt vásárolna a színház, hogy a jövőben csökkentse a nyomtatott szóróanyagok mennyiségét. Készülnek az ökoszatyrok a kaposvári Csiki Gergely Színház szabóságában. A teátrum igazgató helyettesének és egyik színészének ötlete volt, hogy újra hasznosítsák a korábbi előadások molinóit. Ezekből varják a szatyrokat a színház munkatársai. Mindig van valami a színház házatáján, ami miatt újdonságon törjük a fejünket, de hát ez azért el kell mondjuk, hogy Fehér Euridike igazgató helyettesemnek az ötlete nyomán alakult ki. Nem ismeretlen ugye a házban az öko fogalom, vagy a természetvédelemmel való foglalatoskodás. Ugye a felújítás során napelemeket helyeztünk el a háztetőn, olyan tisztítószereket használunk, amelyek nem károsítják a környezetet. Most már büszkén mondhatom, hogy 2 elektromos autót használunk, van egy elektromos töltőberendezésünk a színház területén, és hát azok a molinók, amik pedig az előadásainkat hirdetik, azok pedig most itt láthatóak a varrodában az asztalon. Több száz darabot már megvartak, de az előadásokhoz készülő jelmezek mellett folyamatosan születnek a szatyrok a színházban. Vannak, akik jönnek, ezen éppen most a Varga Zsuzsi látható, hát hogy ő a Nyári Oszit szeretné, vagy a Hüse Csabát szeretné, és akkor cserélgetik, megnézik. Ugye mindegyik egyedi, mindegyik különböző, nincs 2 egyforma darab. Nyilván abból kifolyólag talán lehet valami hasonlóság, hogy ugye 2 készül az épület 2 oldalára ezekből a molinókból, de mindegyik egyedi. Szabó Nikolett színész tudatosan figyel a környezetvédelemre és az újrahasznosításra. Mint mondta, ezzel az új kezdeményezéssel pedig a közönségnek is örömet tudnak szerezni. Van egy olyan táska, amin az én fejem is rajta van, vagyis egy része. Hát igen, vicces, meg érdekes, de nem tudom, szerintem ez nagyon, vagy számomra megható, hogy mondjuk egy kedves néző, aki eljön ide, akkor meglátja a táskát, és nem feltétlenül az én arcom van rajta, hanem bárki másé, és így pont azért veszi meg, mert mondjuk szerette azt az előadást, és emlékezetes volt neki, és akkor ez neki egy emlék. A színház a jövőben is gondol a környezetvédelemre, a táskák árából okos eszközt vásárolnának.
Az az elképzelésünk, hogy az ezekből folyó bevételből egy olyan okos eszközt vásárolunk, amelyet, hogyha a város engedi, akkor a színház előtt közterületen helyezünk el. Szeretnénk kiváltani a következő években a print anyagainkat, és okos eszközökre helyezni őket. A Molino táskák a Csiki Gergely Színház jegypénztárában vásárolhatók meg. Mentőautó. Korszerű járművel gyarapodott az Igali mentőállomás flottája. Napelemes fűtés, 200 milliárd forintnyi keretösszegű pályázat nyílik a családok számára. Kézilabda. Vereséggel kezdte a Siófok KC a 2021-22-es évadot a KNH női kézilabda liga első fordulójában. Friss videós tartalmakért ne felejtsenek el kattintani a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. A hétvégén igazi nyárias meleg lesz, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel, híradóval legközelebb hétfőn este találkozhatnak. Szép hétvégét, viszontlátásra!